Több mint 1100 hallgató kezdi meg tanulmányait a Neumann János Egyetemen. A ma megrendezett tanévnyitó ünnepi szenátusi ülésen a gólyák letették esküjüket. A ceremónián Szemereiné Pataki Klaudia polgármester is köszöntötte a fiatalokat. Halott pénz koncerttel nyílt meg a 2022-2023-as tanév Kecskeméten. Mintegy 8000 fiatal és örök ifjú bulizott szombaton este a Fonogram díjas zenekarral a Benkó Zoltán szabadidőközpontban. Szombaton kezdődött a Széchenyi Város hete programsorozat a High Kecskemét szervezésében. A rendezvénysorozat keretében ma délelőtt az aradi vértanúk terén gróf Széchenyi István szobrát koszorúzták meg, és a róla elnevezett technikum diákjainak ünnepi műsorával folytatódott a rendezvények sora. Heten vesztették életüket ma reggel Kunfehértó térségében. Egy András keresztes vasúti átjáróban vonat elé hajtott egy személyautó. A jármű a vonat alá szorult, amely 250 méteren tolta maga előtt. Az ütközést a személyautóban senki nem élte túl. Szeptember 15-éig kell befizetni a gépjárműadó második részletét, csak nem 1,5 millióan kapnak levelet elektronikus tárhelyükre a NAV-tól, a gépjárműadó második részletéről, illetve korábbi elmaradásukról.